Színházigazgatóként mit gondol Vidnyánszky Attila arról, hogy a Kisvárdai Színházi Fesztivál, amely majdnem egyidős a Beregszászi I.S. Gyula Magyar Színházzal, vajon miért fontos? Ugye az egyetlen hely volt, ahol találkozhattunk. Hosszú évtizedeken keresztül ez volt az a hely, ahol hasonsorsú intézmények, megoszthattuk egymással problémáinkat, elpanaszolhattuk bajainkat, örömködhettünk egymás sikereinek, versengtünk egymással, harcoltunk is egy kicsikét egymással, de együtt voltunk. Tehát óriási küldetést töltött be a Kisvárdai Fesztivál, a Kisvárdai Várszínház, közös produkciókat hoztunk létre. Én ott rendeztem először olyan előadást, ahol mindenhonnan, minden leszakított területről volt színész, és ez a szerep ugyan hál' Istennek a határon túli színházak jelenléte Magyarországon tulajdonképpen rendszeressé vált, de ez a szerep most is megvan. Tehát így, ilyen formában csak itt találkozunk. És rengeteg emberi kapcsolat, rengeteg nagyon megható történet fűződik magához, a városhoz, ahhoz a közösséghez, akik ott harcoltak értünk szintén, akik fölvállalták ezt a fesztivált. Én úgy gondolom, hogy jövője kell, hogy legyen ennek a fesztiválnak. A magyar színházi kultúrát miként, hogyan gazdagítják a határon túli társulatok? Ugye egészen csodálatos képződmények ilyen szempontból, mert egyrészt végvári bástyák, vagy végvárak, és felmérhetetlen a jelentőségük a külhoni magyarok megmaradása szempontjából, kultúrájának ápolása szempontjából, a magyar nyelv ápolása szempontjából. Ugyanakkor meg hídként is szolgálnak azon nemzet felé, amelyikbe szakadtunk. És ezen nemzeteknek nagyon izgalmas kultúrája van természetesen, és nagyon tisztelni való kultúrája. Tehát biztos, hogy úgy a román, úgy a szlovák, úgy a szerb színjátszás, mint a ukrán-orosz színjátszás nagyon komoly hatással van ezekre a színházakra. Ezek a színházak általában nagyon komoly és megbecsült szerepet játszanak a uralkodó nemzet kultúrájának. Szerves dialógust folytatnak a szlovák, az ukrán, a szerb-román szakmával, és átvesznek nagyon fontos impulzusuk érik őket, és átvesznek nagyon fontos dolgokat, megszólalási módokat, intonációkat, és ezzel gazdagítják a magyar kultúrát is, a magyar színjátszást is. Tehát nagyon izgalmas a külhoni területek színjátszása, a magyar színjátszása. Diákokként mentünk először, Szent Iváni álomelőadásomat vittük el, és rögtön kaptunk egy külön díjat. Így indultunk, és aztán sok-sok díjat kaptunk, és nekem inkább a megismételhetetlen fontos élmények sokasága. Az ember tragédiája, de a Kár hogy Kár, a Kassai Táliával közös produkcióban, de az Zoltán újra temetve, szóval nagyon-nagyon, de a Himboszorkány előadásunk, szóval az ősöket lejátszottuk Kisvárdán, ezek mind-mind nagyon-nagyon fontos eseményei voltak a Beregszászi Színháznak is. Milyen a te Kisvárdád? Az én Kisvárdám családias, bensőséges, ugye nagyon közel vannak ánk hozzánk, gondolkodás módban is, tehát ők a mieink. A kisvárdai emberek azok olyan, mint a beregszászi emberek, tehát nem érzek különbséget. Jól éreztük magunkat.